Észak-Korea. A világ legzártabb országa, ahová alig járnak külföldiek. Nekem sikerült bejutnom ebbe a kommunista diktatúrába, és most elmesélem nektek, hogy melyik az a 10 legfurcsább, néha mulatságos, néha kegyetlen, néha pedig teljesen idiótának tűnő szabály és törvény, amely szerint az észak-koreaiak élnek. Íme a saját észak-koreai toplistám. 10. helyezett. Kezdjük egy igazán melbevágó, hivatalos állami törvénnyel. Július 8-án Észak-Koreában szigorúan tilos nevetni, mosolyogni vagy viccet mesélni. Aki ezen a napon akár csak elmosolyodik, már indulhat is a büntetőtelepre, büntetése pedig sok éves börtön lehet. Ennek a törvénynek egyébként az az alapja, hogy 1994-ben ezen a napon, tehát július 8-án halt meg Kim Ir-sen, nagyvezér elnökelvtárs. A gyász döbbenetes képei akkoriban bejárták az egész világot. És mindez megismétlődött 2011. decemberében, amikor meghalt Kim Ir-sen fia és örököse Kim Jong-il szeretett vezető főtitkár elvtárs. No de vissza az édesapjához, akinek a halála napja kultikus erővel bír. Olyannyira, hogy július 8-án nem csak mosolyogni és nevetni tilos, hanem táncolni is. Sőt, azon a napon alkoholt sem árulnak az országban. A nagy vezérhez kapcsolódóan elmesélek még egy történelmi érdekességet, amely ráadásul magyar vonatkozású. Kim Ir-sent ugye minden képen, festményen és szobron egy jóképű, erőt sugárzó és daliás emberként próbálták meg ábrázolni. Azt szigorúan tilos volt megmutatni, hogy egy hatalmas tumor van a tarkóján. De mindezt nem tudták Magyarországon, ahol elkészítették a történelmi képet, azt, amelyiken a Kádár Jánossal való találkozója közben jól látszik Kim Ir-sen hatalmas tumora. Folytassuk a bizarr toplistát a 9. helyezettel. Mint minden Észak-Koreába látogatónak, úgy nekem is az volt az egyik legszembetűnőbb, hogy az országban hatalmas autóutak vannak úgy, hogy autók viszont szinte egyáltalán nincsenek. Egészen pontos hivatalos statisztikák nem léteznek, de egyes becslések szerint 100 emberből egynek van gépjárműve, a tulajdonosok pedig kizárólag párttagok lehetnek. Egyébként ugyanígy párttagsághoz kötik azt is, hogy ki lakhat a fővárosban. A fennyáni lakásokban főleg a kommunista párt tisztségviselői és azok családtagjai élnek. Pár éve vezető hír volt, amikor a mostani diktátor Kim Jong-un bölcs vezető főtitkár elvtárs egy egész apartmant ajándékozott Ri Chun-huinek, aki immár csak nem fél évszázada az észak-koreai állami televízió hírolvasó bemondónője. Észak-Korea szupersztárja amúgy könnyek között vette át a családjának kiutalt lakást, méghozzá attól az embertől, akiről a legtöbbet szokott beszélni, mivel a hírek túlnyomó többsége róla szól. Szóval az ajándékot egyenesen Kim Jong-un bölcs vezető főtitkár elvtárs adta át a híres bemondónőnek. Most jöjjön a legkegyetlenebb orvosi számla története. Otto Warmbier egy olyan amerikai diák volt, aki csoportos turistaútra érkezett a világ legzártabb országába. Egy sokszorosan megkérdőjelezhető videófelvétel alapján letartóztatták, mert azt állították, hogy a fiatalember a szállodájuk egyik folyosójáról ellopott egy propaganda plakátot. A koncepciós eljárás során Otto sírva, zokogva kért bocsánatot, és teljesen valószínűtlen nyilatkozata során élete legnagyobb hibájaként említette a lopási esetet, amelyet több amerikai társa későbbi vallomása szerint nem is követhetett el, mivel ott sem volt. A fiút végül 15 évnyi kényszermunkára ítélték, de nem sokkal később kómába esett. 2017. júniusában ugyan szabadon engedték, és egy speciális akció keretében haza is szállították, de már sosem tért magához, napokkal később meghalt. A hivatalos dokumentumok szerint Otto Warmbier rángatózva, siketen és vakon került haza, nyilvánvaló volt, hogy korábban súlyosan bántalmazták. És itt még nincs vége a történetnek. Észak-Korea ugyanis egy 2 millió dolláros számlát állított ki, mint mondták, ennyi pénzbe került a tragikus sorsú amerikai diák úgynevezett gyógykezelése.
Jön az újabb törvény, és vele az újabb döbbenet, vagyis íme a listám 7. helyezettje. Észak-Koreában csak a párt hivatalos szervezete által jóváhagyott frizurákat hordhatnak az emberek. A törvényileg engedélyezett fazonok képeit minden fodrászatban kifüggesztik, így a betérő kuncsaftoknak elég csak egy számot mondaniuk. A fiúk és a férfiak a férfi, a lányok és az asszonyok a nők számára elkészített tablóról választhatnak. Mivel színes hajfestés és a tömegektől eltérő stílus egyáltalán nem létezik, így egyébként is könnyű a választás, a nők 18 fajta hajviselet közül választhatnak, ezek többsége rövid, mivel a házas asszonyoknak csak rövid hajuk lehet. A férfiak számára 10 modell érhető el, és ők sem viselhetnek 5 cm-nél hosszabb hajat. 6. helyezett. Ezek a képek igencsak megszokottak, hogyha a világ legzártabb országáról beszélünk. Diktátornak vastapsoló emberek a nagygyűléseken, hatalmas ováció és mindig lelkes tömegek. Persze az jó kérdés, hogy ki mennyire, és főleg miért ennyire lelkes. Észak-Koreában ugyanis halálbüntetés jár a Kim dinasztia kritizálásáért. Bárki, aki megsérti Kim Il-sung nagyvezér elnök elvtárs, vagy Kim Jong-il szeretett vezető főtitkár elvtárs emlékét, esetleg megjegyzést tesz Kim Jong-un bölcs vezető főtitkár elvtárs testsúlyára, az akár azonnali kivégzésre is számíthat. Ugyanígy halálbüntetést kaphatnak a hazaárulók is. Például hazaárulásnak minősül az, hogyha valaki elalszik a pártvezető ünnepi beszéde közben. Így jár többek között Hyun Jong-chol, Észak-Korea korábbi védelmi parancsnoka, aki elszundított egy olyan rendezvényen, ahol Kim Jong-un szónokolt. A volt parancsnokot sok száz ember jelenlétében nyilvánosan végezték ki, méghozzá egy légvédelmi rakétával. És még egy adalék. Azt a személyt, aki egyszerre sérti meg a Kim dinasztia valamelyik tagját, illetve követel hazaárulást, megjegyzem, a helyi törvények szerint ezek megegyeznek, szóval azt a személyt nem csak megbüntetik, hanem az összes családtagját is kényszerintézkedés alá vonják. Nem ennyire tragikus, de kétségtelenül sokat mondó tény, hogy az egész világ súlyos tévedésben van akkor, amikor azt hiszi, hogy a hamburger egy nyugati étel. Hát nem, és ez listám 5. helyezettje. Észak-Koreában mindenki tisztában van vele, hogy a hamburgert maga Kim Jong-un bölcs vezető főtitkár elvtárs találta fel. És ez azért sem nagy meglepetés, mert azt is mindenki tudja, hogy a burító pedig az édesapja, a néhai Kim Jong-il szeretett vezető főtitkár elvtárs találmánya. Egy a sok száz közül. És most nézzük az időszámítást. Észak-Korea az az ország, ahol jelenleg nem 2024 van, hanem 112, hiszen 112 évvel ezelőtt született az államalapító. Márpedig Észak-Koreában nem Jézus Krisztus születésnapja a nulla, itt a nagy vezér elnök elvtárs világra jöttével kezdődik minden. Én 0091-ben jártam az országban, de akkor most jöjjön egy rövid kitérő, és vele egy személyes érdekesség. Nem sokkal Észak-Korea után eljutottam Türkmenisztánba is. Ott a hatalmas Szapármurát türkménbasit, minden türkmének szent atyát imádták hasonlóképpen, olyannyira, hogy még a helyi tévé logója is az államelnök feje volt. Nos, türkménbasi nem törölte el az időszámítást, például ott most is 2024 van. Ugyanakkor minden egyes hónapot saját magáról és a rokonairól neveztetett el. Türkmén basi lett a januárból, az április az anyukája nevét kapta, a szeptember pedig Türkmén basi szent könyvének címét viselte. Na de menjünk vissza Észak-Korea elképesztő, dobogós törvényeihez. Ígérem, pillanatokon belül jönnek az észak-koreai toplista dobogós hülyeségei, de előtte egy kis kitérő, meg néhány extra. Talán ez a beszámoló azért is különleges, mert egy olyan ember készítette számotokra, aki saját maga is járt Észak-Koreában, márpedig észak-koreai utam során néha a földig esett le az állam, sőt, néha még a föld alá is. Kezdem azzal, hogy amikor megérkeztem a Kim Il-sung nagyvezérelnök elvtárs nemzetközi repülőtérre,
megjegyzem, nemzetközi repülőtér akkoriban azt jelentette, hogy heti egy járat keddenként, tehát hogyha valaki lekéste, akkor egy hét múlva hazamehetett. Szóval a nemzetközi repülőtér határállomása után Csol, kedves barátom, a titkos ügynök azt mondta, hogy adjam át neki az útlevelemet, mert majd ő vigyáz rá. Én mondtam neki, hogy tudok én rá vigyázni, mire ő ellentmondás nem tűrően azt mondta, hogy igen, de ő sokkal jobban tud rá vigyázni. És ezzel az emberrel én egy hétig együtt aludtam. Igen, a volt bulgár nagykövetség épületében egy szobában, egy francia ágyon szó szerint együtt aludtam ezzel az emberrel, és végig azon gondolkoztam, hogy mi mindent kell nekem megtennem ezért a filmért. De a legfontosabb az volt, hogy felhívták a figyelmemet arra, hogy egy hetes utam során soha ne rövidítsem le az állam vezetőjének, illetve a fiának a nevét, tehát ne azt mondjam, hogy Kim Ir-sen vagy Kim Jong-il, hanem úgy kellett mondanom, hogy Kim Ir-sen nagy vezérelnök elvtárs, Kim Jong-il szeretett vezető főtitkár elvtárs, akkor ugye még Kim Jong-un bölcs vezető főtitkár elvtárs nem volt képben, de ma már képben van. Na ennyit a rövid kiegészítésről, és most jönnek a dobogós hülyeségek Észak-Koreából. Bronzérem. Sajnos Észak-Koreát sem kímélik az áradások és a tűzesetek. A világ más részeitől eltérően viszont itt úgy szól az állami törvény, hogy természeti katasztrófa esetén először a nagyvezér, a kedves vezér és a bölcs vezér elnök elvtársak portréit, az őket ábrázoló festményeket és szobrokat kell kimenekíteni, utánuk jöhetnek a gyerekek, majd a felnőttek és csak a legvégén az értékek. Ismert annak az édesanyának a története, aki sok év börtönbüntetést kapott, miután helyi törvények szerint nagyon helytelenül először a gyerekeit próbálta meg kimenekíteni az égőházából. Annyira sok a tiltás és a furcsa törvény Észak-Koreában, hogy szinte felsorolni is nehéz azokat. Most jöjjön még néhány eddig nem említett törvény és szabályozás. A férfiak sorkatonai szolgálata 10 év, a nőké pedig 7 esztendő. Az ország területén szigorúan tilos farmer nadrágot viselni, mert az a romlott nyugatot jelképezi. A nemzetközi telefonhívások kezdeményezése súlyos bűncselekménynek számít, hasonlóan a külföldi filmek nézéséhez. Ez utóbbinál a büntetési tételt attól teszik függővé, hogy ki milyen filmet nézett meg titokban. Egy indiai alkotást meg lehet úszni 3-5 év börtönbüntetéssel, egy amerikai filmért azonban büntetőtelep vagy egyből halálbüntetés jár. A nagy ellenség Dél-Korea bármelyik filmjének megnézéséért vagy zenei slágerének meghallgatásáért viszont nem csak a bűnelkövetőt, hanem az egész családját is súlyosan megbüntetik. És akkor még egy bónusz az ezüstérmestől. Észak-Koreában senki sem viselheti a nagyvezér nevét, nyilván rajta kívül. Tehát korábban a létező Kim Ir-senek, majd a Kim Jong-ilek, most pedig a Kim Jong-unök kénytelenek voltak hivatalosan is nevet változtatni. És akkor most jöjjön sajátos toplistám első helyezettje, Erzsike. Igen, jól hallottátok, egy magyar nevet említettem, a nyírcsahói származású Szilágyi Erzsébetét. Mi magyarok azt gondolhatnánk, hogy Kim Ir-sen nagyvezér elnök elvtárs legjobb magyar barátja, az elvtársa Rákosi Mátyás volt. Esetleg az MSZNP első, majd főtitkára Kádár János. De nem, Észak-Korea kommunista diktátorának egy nyírcsahói asszony Szilágyi Erzsike volt a legjobb magyar barátja. Az az asszony, akit a nagyvezér moziba és színházba megpecázni vitt, akiről 9 ember gondoskodott Fennyánban, és aki rendszeresen vacsorázott Kim Ir-sen palotájában. Nem sokkal a halála előtt pedig megosztotta velem a Kim Ir-senhez kötődő barátságának egészen hihetetlen történetét. Ebből a beszélgetésből jön most egy rövid részlet. Melyik volt az a pillanat, amikor úgy érezte, hogy akár mondhatjuk azt, hogy baráti a kapcsolat ön és a nagyvezér között? Meghívott halászni. Együtt voltunk halászni, horgászni a tengerben. Ilyenkor ezt hogy kell elképzelni, hogy egy millió testőr szaladgált körbe-körbe? Nincs egy millió testőr. Néhány testőr. Mi elmentünk 2 kocsival. Egyikbe ő, másikba én. Külön utaztak. Külön utaztunk. Ott aztán odahelyezték a székeket, odaöltünk, idatták a horgászbotot,
rárakták a kis csaléteket, és fogtunk halad bőven. Hányan horgáztak ilyenkor? Tehát ketten. Tehát azt mondta Kim Ir-sen kegyednek, hogy Erzsébet menjünk el pecázni? Igen. Volt-e olyan helyszínen Erzsébet, amikor együtt jelentek meg Kim Ir-sennel közösen a koreai nép előtt? A színházban voltunk együtt. Kérdezték-e a svájci hatóságok, vagy bárki, hogy miért jár ön ilyen gyakran Észak-Koreába? Nem tudták. Nem tudták. De az útlevélben nincs egy pecsét? Nincs. Miért? Nekem külön volt téve mindig az útlevelem. Ő barátnak szólított, hogy végeredményben de barátok vagyunk. Hát nincs különbség, hogy ki milyen oldalon van. Így beszélt hát Erzsike a Kim Ir-sen nagyvezér elnök elvtárshoz fűződő kapcsolatáról. Hogyha kíváncsiak vagytok életem egyik legizgalmasabb, egyben leghihetetlenebb beszélgetésére, akkor hallgassátok meg teljes hosszában itt a YouTube csatornámon. Köszönöm, hogy ezúttal is velem tartottatok. Hogyha tetszett az összefoglaló, iratkozzatok fel a csatornámra, és jönnek a további érdekességek a világ minden pontjáról.